A Rákoskerti Művelődési Házban működő Aseroszkár Színház repertoárja egy új klasszikussal bővült. Az új évadban a nagy érdemű többször is megtekintheti majd Shakespeare egyik legismertebb szerelmi történetét, a Rómeó és Júliát. Stábunk az október 7-i előadásra látogatott el. Az Aseroszkár Színház sokszínű palettáján mindig helyet kapnak olyan klasszikus művek is, mint például a Csongor és Tünde szerelmi története. Ennek a témavilágnak folytatásaként álmodt a színpadra Timár Tibor, az intézmény igazgatója, Shakespeare Rómeó és Júlia című híres tragédiáját. Mindig igyekszünk úgy interpretálni és úgy kitalálni a színdarabot, hogy a mai nézőnek, a mai fiataloknak szóljon elsősorban. A Csongorban több volt az aktualizálás, hogy így mondjam, ez egy kicsit ugye klasszikusabb, de itt is nagyon sok érdekes mai elem van benne. A bemutatót közel 7 hónapos próba folyamat előzte meg, és az elmúlt előadások visszajelzései alátámasztják a darab sikerét. A mű egyik főhősét alakító Littai Fanni örömmel fogadta a felkérést a szerepre, és néhány akadályt leküzdve könnyen azonosult a cserfes lánnyal, fogalmazott a színésznő. Azért van köztünk egy pár év, tehát Júlia azért fiatalabb nálam, és én sokszor megkapom az ismerőseimtől, hogy én a koromhoz képest komolyabb vagyok, és ezt kellett leküzdenem, hogy ne legyek annyira komoly. Rómeó figuráját Molnár Patrik csak a premier közelettével sajátította el igazán, és mint elmondta, mostanáig is újabbnál újabb információk és érzések árasztják el a történet mélyebb megismerésével. Azon kívül, hogy az iskolában olvastuk, én utána színháztörténész lettem, tehát színháztörténetből csináltam diplomát, és akkor szigorlatoztunk is a Rómeó és Júliából, és én azt hittem, hogy már ismerem a darabot. És rá kellett, hogy jöjjek, hogy nem ismerem, és a próba folyamat során újabb és újabb rétegei jöttek elő a történetnek, és ez egy nagyon izgalmas utazás volt. És azt kell, hogy mondjam, hogy előadásról előadásra előjönnek olyan mondatrészek, olyan hangsúlyok, amikre most döbbenek rá. Tehát a mai előadásra is úgy jöttem el, hogy új színeket fedeztem fel a szövegben. Az érdeklődők az új évadban várhatóan 4 alkalommal láthatják a darabot az Aser színpadán.